Kerékpárral a Tolna megyei önkormányzat udvaráról indult el a palánki síótöltéshez a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. A helyszín és a közlekedési eszköz kiválasztása nem volt véletlen. Szekszárdnak és a város mellett folyó Siónak, valamint a tolnai megyeszékhely környékének ugyanis kiemelt szerep jut a Tolna megyei önkormányzat Tolna 109 elnevezési területfejlesztési programjában. Erről az ország leghallgatottabb rádió csatornáján a rádió egy műsorában beszélt Orbán Attila. Szekszárd a szíve az egész koncepciónak, és főleg a Szekszárd körüli településeknek a fejlesztése Szekszárdhoz kapcsolódik. Csak mondanék egy példát, a Sióagárdi kerékpárút Sióagárdról Szekszárd felé tart, vagy egy másik fejlesztésünk, ami sokkal nagyobb, a Sió projekt, mivel itt Szekszárd alatt halad el a Sió csatorna, ez is kötődik Szekszárdhoz. A Tolna 109 nevű program során a Tolna megyei önkormányzat elnöke és alelnöke személyesen keresi fel a Tolna megyében található 109 település valamennyi polgármesterét, hogy a tervezett fejlesztéseikről egyeztessenek. A Magyar Falu program mellett ugyanis a tervek szerint a kormány a következő uniós ciklusban is jelentős térségfejlesztési feladatokat bíz majd a megyei önkormányzatokra.